Jó estét kívánok, nagy tisztelettel köszöntöm a Karcag Televízió minden kedves nézőjét. Nagykunsági Krónika című közéleti magazin műsorunkat látják. Tekintsék meg kérem mai műsorajánlónkat. Kedves nézőink, április 15-én rendezik meg Karcagon a szakmák éjszakáját. A témával kapcsolatban aktuális kérdések című heti magazin műsorunk mai vendége Pardi Sándor, a Karcagi Szakképzési Centrum főigazgatója. Köszöntöm kedves nézőinket, mai vendégünk Pardi Sándor, a Karcagi Szakképzési Centrum főigazgatója. Szeretettel köszöntöm stúdiónkban, örülök, hogy elfogadta meghívásunkat. Nagy szeretettel köszöntöm a Karcag TV nézőit, és örülök ennek a találkozásnak, legalább egy kicsit felvilágosítom a lakókat, illetve a nézőket, hogy hogyan, miképpen fog működni ez a centrum. Főigazgató úr már föl is vezette a mai interjúnkat, hiszen azért hívtuk meg Önt ma egy stúdió interjúra, mert lassan egy éve működik a Karcagi Szakképzési Centrum, hamarosan napokon belül egy nagy rendezvényt is lebonyolítanak majd. Talán kezdjük a mai interjút azzal, hogy be is mutatjuk a nézőknek ezt a centrumot. Mit kell erről tudnunk, mikor alakult meg is, miért ez a szakképzési centrum? Hát a szakképzési centrum 2015. július 1-ével kormányhatározattal jött létre. A cél az volt, hogy a szakképzésben valamit el kellett indítanának érdekében, hogy azt az ínséget, ami a szakképzés iránt munkáltatók részéről igény van, azt valahogy ki kell elégíteni, és a Nemzetgazdasági Minisztérium hatású illetfenntartója alá tartozik a centrum. 44 jött létre az országba, és ebből 3 centrum van Szolnok megyébe, 2 van Szolnokon, és Karcagon van egy centrum központ, tulajdonképpen a Dózsa-György úton, a volt Csokonai Könyvtár épületében helyezkedtünk el, illetve helyeztük el bennünket. Akkor szedjük most ketté a következő kérdést, illetve a következő témát. Ugye azt elmondta, hogy a könyvtár épületében működnek, hányan dolgoznak, hogy dolgoznak, kinek mi a feladat, amit kell erről tudnunk. Igen. Egy picit a szervezet működéséről. Tulajdonképpen a szervezet egy önálló működés gazdálkodó egység, ami azt jelenti, hogy 8 tagintézménye van a centrumnak, Tiszafürettől tulajdonképpen Kunszent Mártonig. Tehát Tiszafüreden egy Hámori középiskola, Nagy László, Kunhegyes, Karcag, Varró István szakközépiskola, szakiskola, Turköve, Ványai szakközépiskola, gimnázium, Mezőtúron 2 intézményünk van, a Teleki gimnázium szakközépiskola és a szakképző intézmény, külön tagintézményenként működik, illetve van még a Kunszent Márton gimnázium szakközépiskola, és végül nem utolsóban a Törökszent Miklósi Lábasi szakközépiskola és szakiskola. Ennek a 8 tagintézménynek tulajdonképpen a központja a Karcagi Szakképzési Centrum. Önálló működés gazdálkodó egységként kell ezt elképzelni. Azt jelenti, hogy a forrásokat mi kapjuk meg a működtetéshez a minisztériumtól, és tulajdonképpen a leosztása az adott intézmény költségvetés alapján a centrum osztja le, illetve fizeti a számlákat. Úgy kell elképzelni, hogy tulajdonképpen a zsíró rendszeren keresztül mi utaljuk a béreket, mi utaljuk a különböző közömi számlákat, költséget, tehát rajtunk keresztül fut, és mi rendezzük az intézmények felé. Természetesen az intézmények nagyfokú önálló gazdálkodással rendelkeznek, ami azt jelenti, hogy bizonyos pénzkeretek fölött ők rendelkezhetnek szabadon az iskola működtetésével kapcsolatosan összefüggő kérdésekben dönthet az igazgató, illetve a nagyobb döntéseknél mindenképpen minket be kell vonni, és a jóváhagyásunk szükséges ahhoz, hogy elinduljon egy nagyobb projekt, vagy nagyobb felújítás, vagy bármilyen munkafolyamat az intézményekben. Ugye elmondta, hogy több településen több iskola tartozik a Karcagi Szakképzési Centrumhoz. Hogyan tudják összehangolni a munkát? Például ilyen kulisszatitkokra vagyunk kíváncsiak, hogy tartanak-e értekezleteket, vagy hogyan működik ez a közös munka?
Hát elsősorban a kommunikáció az számítógépen, e-maileken keresztül történik, de nagyon fontos és lényeges, hogy minden hónapban az első hétfőn szoktunk igazgatói értekezeteket tartani. Ezt olyan megvalósítással hajtjuk végre közel egy éve már, hogy mindig más tagintézményünkben tartjuk ezeket az igazgatói értekezeteket, pontosan azért, hogy mi is meg szeretnénk ismerni az intézményeket, illetve a kollégák is ismerjék meg egymás intézményét. Tehát azok az intézmények, akik egy centrumon belül vannak, egymás intézményeket is tudják, hogy hogyan, miképpen él, mit dolgozik, illetve milyen szakmákat oktatnak, hogy képbe legyen. De nagyon hasznos, és azt vettem észre, hogy minden igazgató örülnek, mert azzal szokott kezdődni ez az egész értekezlet, hogy az adott intézmény igazgatója bemutatja a saját intézményét. Tehát tulajdonképpen megismerjük egymást, illetve megismerjük az egymás intézményét, és ez alapján hozzuk a döntéseket. Hozzá kell tenni, hogy ha operatív döntésekre kerül sor, akkor nem havonta, hanem akkor behívjuk, ha berendeljük az igazgatókat, és akkor azonnali döntéseknél megbeszéljük a teendőket, és az alapján az igazgatók végzik a feladatként a tagintézményeknél. Ugye önök most egy centrumban dolgoznak, van egy másik rendszer is, a Click. Ha a kettőt össze kell hasonlítani, akkor mik a legfontosabb különbségek? Én megmondom őszintén, hogy sokáig nem dolgoztam a Clicknél, FMS-es intézményben voltam igazgató, és annyira nem ismerem, de az biztos, hogy az operatív döntések sokkal gyorsabb, rapid döntéseket is lehetne mondani, hogy a döntés nem nyúlik, hanem akár egy-két napon, akár azon napon eldől és tudunk dönteni. Tehát nem kell várni több hetet, több napot egy-egy döntés megszületésénél, hanem azonnal tudunk dönteni, hogyan jellegű a kérés, a kérdés a tagintézmény részéről. Azt mondta, hogy ugye minden hónap első hétfőjén tartanak értekezletet, és bemutatják egymásnak az igazgatók az intézményeiket, iskoláikat. Mennyire tudnak együtt dolgozni ezek az intézmények? Vannak-e például közös programjaik, vagy látogatások egyik iskolából, intézményből a másikba? A bemutatónál is lehet érzékelni, hogy tulajdonképpen ez egy most új alakult intézmény, egy teljesen új, alapokról kellett indítani az egészet. A közös rendezvény tulajdonképpen szakmák éjszakája lesz, ami közös lesz az első nagy. Erről majd beszélünk, mindjárt rendezvényünk. Igazándiból ezek a megbeszélések, meg különböző programok, mindenki végzi a saját területén a saját munkáját, és abban az esetben, hogyha szükség van segítségre, akkor részünkről egy 11 fő stáb irányítja itt a centrumban, ahol a gazdálkodási téren, szakmai téren vannak kollégák, akik jók szakemberek, véleményem szerint, és segítik az intézményeknek a munkáját. Tehát nagyon mi nem szeretnénk beleszólni a helyi problémákba, de abban az esetben, hogyha szükség van a segítségünk, akkor még rendelkezésre állunk bármelyik tagintézménynek, és akkor segítünk. Ugye közel egy éve működik ez a centrum, pontosabban júliusban lesz majd egy éves. Hogyan látja, hogyan értékeli az elmúlt egy év történéseit, eseményeit, munkáját, kapnak-e visszajelzéseket? Hát az első napokban, amikor felállt ez az egész centrum, akkor megmondom őszintén, érzékeltük a kollégákkal, hogy idegenkedve fogadtak bennünket. De úgy látom a közel egy év tapasztalatából, hogy most nem azt mondom, megszerettek bennünket, de elfogadják. Elfogadják azokat az érveket, amit esetleg, ha jobbító szándékkal tájékoztatjuk, vagy kérjük a kollégákat, akkor elfogadják. Én úgy látom, hogy pozitív kisugárzása vannak az egész centrumnak abban az értelemben, hogy azt látják, hogy mi segítő szándékkal vagyunk felük, illetve nem csak segítő szándékkal, de valamilyen formán cenzúrális vagyunk, tehát odafigyelünk olyan dolgokra, amit esetleg előtte nem nagyon figyeltek oda, akár pénzügyi téren, akár oktatás terén. És ezért szólunk, hogy úgy látjuk, hogy az nem jön megfelelő irányba megy. És akkor most már föláll teljesen ez a rendszer, tehát szoktunk ilyet kérdezni, hogy vannak-e még esetleg kisebb homokszemek a gépezetbe, vagy picike kis surlódások, tehát most már minden el lehet mondani, hogy így lassan egy év után gördülékenyen megy. Én úgy fogalmaznék, hogy elindultunk egy úton, az, hogy folyamatosan alkalmazkodunk, igazodunk a helyzethez, és én azt gondolom, hogy mindig van nyesegetni való, tehát olyan jellegű probléma, automatikus operatívan kell megoldanunk, és van, amikor ugye be kell avatkoznunk, de nagy összességében azt el lehet mondani, hogy az intézmények teszik a dolgokat, és tudják, mi a feladat. Amikor felállították ezt a rendszert, és a Karcagi Szakképzési Centrum is megkapta maga a tagintézményeit, iskoláit, akkor tehát történt-e valami átszervezés? Most itt olyanra gondolok, hogy mondjuk amit az egyik intézményben egy szakmát oktattak, azt esetleg áttették egy másik intézménybe, vagy mindenki megtartotta a maga kis sajátosságait? Ez jó kérdés abban az értelemben, hogy hosszú távú célunk szerint az, hogy
ahol kevés jelentkező van, ott szeretnénk koncentrálni, vagy centralizálni abba az intézménybe az elméleti képzést, ahol többen jelentkeztek. Ez tulajdonképpen humán erőforrás gazdálkodás is egyben, mert akkor ott azokat a tanárerőket ki tudjuk használni, az a tanár kollégák a teljes óraszámban tudnak tanítani. De most is volt már olyan ebben a tanévben, hogy nem volt meg a kötelező óraszám a kollégának egyik tagintézménybe, és akkor úgy tudtuk kiadni a kötelező óraszám, hogy a másik tagintézményben biztosítjuk a hiányzó órákat, és vállalták ezt a feladatot. Nem könnyű feladat átutazgatni egy másik tagintézménybe, de személyesen beszélgettem azzal a kollégával, aki ezt vállalta, és nagyon örült, és nagyon örül annak, hogy megvan a munkahelye, és örül annak, hogy egy jó közösségbe kerül, egy másik jó közösségbe, mert igazán két közösségben dolgozik. Hogyan döntik el, hogy milyen képzéseket, szakmákat oktassanak egy-egy adott intézményben? Hát nagyon nagy a kapcsolatrendszert építjük kifelé, és már most is van akár a ipartestületekkel, a vállalkozókkal, és tulajdonképpen idézően megszondáztatjuk, illetve megszondázzuk, hogy milyen igény van a helyi intézményeknél, a helyi településeken a szakmák iránt, és annak megfelelően próbáljuk a kollégákat arra motiválni, hogy lehetőség szerint olyan képzéseket próbáljanak beindítani, hogy majd a munkaerőpiacra igény van. Hát ez több és kevésbé sikerülni szokott ez a dolog, de én úgy látom, hogy elindultunk, és próbáljuk ebbe az irányba terelni a kollégákat is, illetve a vállalkozókkal napi kapcsolatban vagyunk, hogy milyen igényei vannak, és megpróbáljuk azokat a szakmákat indítani, amire szükség van, amiben munkavállaló el tud helyezkedni az a szakmunkás, aki elvégzi iskolát. Ha már a vállalkozókról beszélünk, hogyan működik ez a kapcsolattartás? Tehát mit jelent az, hogy például, amit mondott az előbb, hogy a vállalkozóknak milyen igényei vannak? Tehát van-e önök között valamiféle szerződés, vagy milyen az együttműködés? Szerződés az nincs közöttünk, de személyes kapcsolattartás van. Megkeresem a vállalkozót, vagy a vállalkozó keres engem akár a centrumba, akár én kimegyek a vállalkozóhoz, és akkor elmondja, hogy a termés felfuttatásához milyen jellegű szakemberek kellenének, és mi hogy állunk, honnan tudjuk ezeket előteremteni, illetve melyik tagintézményünk az, amelyik ilyen képzést folytat, és akkor próbáljuk kiajánlani, vagy ajánlani az ő cégét, hogy ha elvégzi, vagy megszerzi a szakmunkás bizonyítványt, akkor ő tudja foglalkoztatni. Hogyan látja a szakmákat, mennyire lehet népszerűsíteni, lehet-e, ugye manapság, hogy mondjam, tehát az az elterjedtebb, hogy tanulj, legyen minél több diplomád, minél több nyelvvizsgád. Mi a koncepció, hogyan lehet népszerűsíteni a szakmatanulást? Én úgy gondolom, hogy ezt általános iskolában kellene megkezdeni. Panaszkodnak a vállalkozók, ha nem panaszkodnak, inkább véleményként elmondják, ez sokkal jobban hangzik így, hogy véleményként elmondják, hogy régebben volt olyan, hogy az általános iskolából kimentek műhelyt, üzemet látogatni. Ők nagyon hiányolják azt, hogy az általános iskola például kimenjen egy üzembe, egy műhelycsarnokba, ahol egy iskolás meg tudja fogni azokat a gépeket, alkatrészeket vagy szerszámokat, és akkor valamilyen intuíció vagy motivációt készített a gyermek iránt, aki talán a későbbiek folyamán nem biztos, hogy egyből szakközépiskolá vagy érettségizni szeretne egy jó szakmát szerezni. Én azt gondolom, hogy ha valakinek egy jó szakmája van, akkor meg tud élni belőle. És akkor most rátérhetünk a mai fő témánkra. Ugye szakmák éjszakáját rendeznek. Mikor lesz pontosan ez a rendezvény? 15-én, tehát április 15-én lesz 18 és 22 óra között. A 8 tagintézményünk igazándiból mindegyik vállalta, hogy belép ebbe a közös programba. Hogyan indult ez a rendezvény, hogyan jött ennek az ötlete? Hát ez egy Budapesten voltam egy továbbképzésen, vezetői továbbképzésen, és ott beszélgettünk a főigazgatókkal, és ott említett az egyik kollega, hogy ezt egy korábban csinálták már egyszer Szegeden, és nagyon megtetszett az ötlet, és ennek alapján, mikor hazajöttem és tartottam az értekezetet a kollégáknak, a vezető kollégáknak, akkor javaslatot tettem, hogy próbáljuk már ezt is meg, és próbáljuk az emberek figyelmét felkelteni a szakképzés iránt, és nagyon kedvező fogadtatásra talált, úgy azt jelenti, hogy a 8 tagintézményünk igazán mindegyik részt vesz, de 6 helyszínen lesz szakmák éjszakája. Tulajdonképpen azt jelenti, hogy próbáld ki, csináld meg, illetve, ami nagyon fontos, hogy ismerd meg ez a három szó tulajdonképpen, vagy szó összetétel alapján próbáljuk ezeket a fiatalokat bevonni. Olyan programokat állítottak össze a kollégák, a honlapunkon meg lehet tekinteni különben, hogy ahol a gyerekeknek van külön program, van a fiataloknak és van a felnőtteknek is. Amit ki lehet próbálni, lehet gyakorolni, tehát tulajdonképpen a gyerekekre helyeztük a hangsúlyt, elsősorban az általános iskolás gyerekekre, de úgy gondoltuk, hogy nem csak azok fognak, és bízom benne, nem csak azok fognak meglátogatni bennünket, hanem eljönnek a fiatalok, 14-18 év körül közosztály, illetve
a szülők is eljönnek, és hogy hát, ha késztetést, motivációt éreznek arra, hogy szakmát kellene tanulni. Azon gondolkodtam, míg jöttem ide a stúdióba, hogy így beszélgetve régi mesteremberekkel, hogy mikor beül az autóba és megyünk valamire, akkor mindig mondja, hogy ezt a házat én építettem, azt a házat én építettem. Tehát egy olyan pozitív kisugárzás volt ezekből a szakemberekből, és én azt szeretném tulajdonképpen, hogyha a szülők látnák, hogy egy jó szakmunkás is nagyon értékes és kincs tulajdonképpen mindenkinek, a szülőnek is és a gyermeknek is egy nagyon jó szakmája. Most beszéljünk a karcagi rendezvényről. A múlt héten a Varró István középiskola intézményvezetője, Puháni Orbán Katalin volt a vendégünk. Ő elmondta nagyjából a programokat. Ön mit emelne ki a karcagi rendezvényből? Mivel várják, csalogatják a fiatalokat, érdeklődőket? Én úgy látom, hogy jó buli lesz, tehát én nagyon várok minden kedves érdeklődőt, diákot, gyerekeket, szülőket. Díszcsomagolás, lesz egy kis rockkoncert, tulajdonképpen sportesemény lesz, illetve olyan tevékenységet állított össze a kollégák, forgácsolás technikák, pénzverde, tehát olyan dolgokat állítottak össze a kollégák, amivel az érdeklődést megpróbálják felkelteni a fiatalok felé, és hát ha következő évben, már nem is a 16-17-17-es évben azt mondja egy fiatal 7.-8. osztályos diák, hogy szeretné ezt vagy azt a szakmát megtanulni, és hogyha ezt mi elérjük, akkor azt gondolom, hogy egy nagy lépést tettünk annak érdekében, hogy a szakmunkások táborát erősítsük. Ha jól tudom, akkor nem csak az általános iskolásokat várják, hanem esetleg azokat is, akiknek mondjuk nem sikerült felvételie, tehát egy-két év kimarad majd a továbbtanulásból, nekik miket tudnak például ajánlani? Én nagyon örülök ennek a kérdésnek, mert tulajdonképpen centrum szinten megkértük az Engerit a felnőtt képzésre és felnőtt oktatásba is részt veszünk. Mi szeretnénk erősíteni centrum szinten, hogy Karcag ne csak a szakképzés, hanem a felnőtt képzéssel is foglalkozzon. Erre jó példa, hogy a tagintézmény közel 100 fő tanul különböző másodszakmákat. Ugye biztosan tetszettek hallani, hogy a másodszakma tulajdonképpen megint ingyenes, és nagyon nagy az érdeklődés iránta. Sok olyan középkorosztály van, aki vállalja azt, hogy beül az iskolapadba és egy újabb szakmát szerez, hogy a munkaerőpiacon jobban el tudjon helyezkedni. Illetve örömmel jelentem azt önök felé is, hogy megkaptuk a képzés engedélyt a felnőtt képzésre. 5 területen van engedélyünk, a tagintézményekben, ahol feltételek adottakat tudjuk megvalósítani, gyorsan felsorolom, targoncavezető, szakács, gépi forgácsoló, fogyóelektróda heggesztő, illetve minősített heggesztő képzéskörbe tudunk felnőtt képzésben is folytatni képzéseket. És ez nagyon öröm számomra, mert eddig általában csak Szolnokon képeztek ilyeneket, és mivel megkaptuk, így örülök neki, hogy tudjuk ezt is teljesíteni a lakosság, illetve a polgárok felé. Ehhez gratulálunk. Köszönöm. És sok sikert, sok tanulót kívánunk majd mindehhez. Még egy picit visszatérve erre a rendezvényre, elmondta igazgatónő is, ön is elmondta, hogy nagyon készülnek rá, intézményi szinten is. Csak a pedagógusok vesznek ennek a szervezésében részt, vagy bevonják például a diákokat is? Mindenki be van vonva. Én azt gondoltam, meg azt szoktam volt mondani a kollégáknak, és mindenkire szükségünk van. A takarító nénire ugyanúgy, mint a karbantartó bácsira, a tanár kollégákra. Én úgy látom a visszajelzésekből, amit kaptam információt, hogy nagyon nagy lelkesedéssel kezdenek a kollégák ennek az egésznek, egész kollektíva, gyerekek, mindenki benne van. Én azzal szeretném ezt egy kicsit überelni idézőjelbe, vagy nyomatékodan, hogy minden helyszínen részt szeretnék venni, tehát fölkeresem összes 6 helyszínt, ugye elég sokat fogok autózni ahhoz, hogy minden Tiszafürettől bejárjon Kunszentmártonig, de kíváncsi vagyok én is, megmondom őszintén, nagy epekedve nagyon várom azt, hogy milyen is lesz, kíváncsiak az eredményre is. Mi is nagyon kíváncsiak vagyunk, és természetesen majd a televízió nézőknek egy összefoglalót készítünk a karcagi rendezvényről. Lemegy ugye majd ez a rendezvény, sok látogatója lesz, és akkor mi a távlati cél? Terveznek-e hasonló újabb rendezvényeket? Mi a szakképzési centrum célja? Mindenképpen, hogyha sikere lesz, akkor is, de hogyha nem lesz siker, akkor is próbálkozunk, mert előbb-utóbb ennek eredményének kell, hogy legyen, és a lakosság vagy polgárok felé, ha eljut információ, én azt gondolom, hogy előbb-utóbb, ha most kevesen is lesznek, de jövőre többen lesznek, az még többen, és az a cél, hogy érezzék a szülők azt is, a gyerekek is, hogy van egy másik lehetőség, és nem mindenkinek érettségi, hanem az legyen egy jó szakmája, és aztán lehet érettségizni, és tehát az is benne van ebbe a képzésbe, ebbe az ott tanulásba. Mi szeretnénk ezt. Főigazgató úr, köszönjük szépen, hogy eljött hozzánk egy stúdió interjúra. Sok sikert, sikeres rendezvényt és jó munkát kívánunk. Köszönöm szépen.
Kedves nézőink, most az elmúlt napok fontosabb eseményeit összefoglaló karcagi híreink következnek, tartsanak velünk. Köszöntöm Önöket, itt vagyunk a kórház gyermekosztályán, hiszen egy nagyon szép hét után van az osztály. Dr. Balacsi Mária doktornővel beszélgettünk arról, hogy mi is volt ez, hiszen nagy izgalom volt, és nagyon vártak egy végeredményt. Kicsit most ez így nagyon rébuszosan hangzik, de kezdjük az elején. Ahogy az előbb készültünk a riporthoz, a kezelőben voltunk, ahol picit halkan szólt egy kis zene, de egy adott csatornának a zenéje. Melyik is ez a csatorna? Ez a Petőfi Rádió volt. Én egyébként is azt szoktam hallgatni, kocsiba is, meg otthon is ezt hallgatjuk, és itt az osztályon is azt szoktuk hallgatni. Hát hallgatni csak a vagy ott a irodában van lehetőségünk, mert így itt munka folyik, ott folyik az adminisztráció, és itt szoktuk hallgatni a Petőfi Rádiót. Volt nemrégében egy játékuk, a Tavaszi Hajtás volt a címe. Arról szólt, hogy munkahelyi kollektívák nevezhettek be, amelynek során egy wellness hétvégét, egy csapatépítő wellness hétvégét lehet nyerni. Szólt a Petőfi Rádió, és akkor hallottam, hogy lesz ez a lehetőség, és úgy gondoltam, hogy ez itt dolgozó társaság megérdemelni, hogy benevezzünk egy ilyen játékra. És akkor meg volt a nevezés, utána úgy tudom, hogy itt azért szavazatokon múltak a dolgok, tehát tulajdonképpen önökön kívül dőlt el, hogy most ki lesz a nyertes ennek a versenynek. Igen, tehát nem csak a nevezés volt, a nevezés során választották ki, hogy melyik munkahelyekre látogatnak el, így választottak ki minket több munkahely közül is, és Karcagra eljöttek hozzánk, illetve a mozgásszervi rehabilitációra is, tehát az intézményen belül is volt egy kis verseny. Meglátogatott minket a Petőfi Rádió egy pénteki napon, akkor bejelentkeztek innen, bemutatkoztak, illetve megnézték, hogy milyen csapat is dolgozik itt, kis meglepetéssel vártuk őket, és a következő hétvégén, ez pont a húsvéti hétvége volt, akkor volt a szavazás, és akkor kellett az osztályunkra szavazni. Annyiban azt gondolom, hogy szerencsés helyzetben vagyunk, hogy nagyon sok gyereket kezelnek itt az osztályunkon, és nagyon sok hozzátartozó tartozik hozzájuk, illetve mindannyiunknak a baráti köre, ismeretségi körébe búzdítottuk a ismerősöket, hogy szavazzanak ránk a Petőfi Rádió oldalán keresztül, és így sikerült megnyernünk ezt a játékot. De úgy tudom, az utolsó pillanatig nem tudták, hogy nyertek, tehát hogyan derült ki, hogy önök a nyertesek? Hát annyit tudtunk, hogy a húsvétot követő kedden reggel, a reggeli műsorba fogják hirdetni a nyertes tulajdonképpen. Hát nyilván az osztályon az élet az nem állhatott meg, tehát mi ugyanúgy dolgoztunk, és ugyanúgy kezdődött a nap, mint bármelyik, annak ellenére, hogy nagyon izgultunk, hogy ki fogja nyerni. Az adminisztrátorunk, aki abban az irodában dolgozik, ahol a rádió szokott szólni, ő tudta hallgatni, és ő szólt, hogy na most derül ki, hogy ki nyert, arra a pár percre gyűltünk össze, és hát a riporterek sem árulták el, hogy hová mennek, hanem csöpögtetve az információt fokozatosan reggel annyit tudtunk, hogy kelet felé indultak, és amikor egy-két dolgot elmondtak, hogy miben részesültek itt az osztályon, akkor mi már tudtuk, hogy na akkor ide fognak jönni, úgyhogy nagyon nagy örömmel fogadtuk őket, meg nagy visítás volt az osztályon, hogy sikerült megnyernünk. Azt azért tudjuk, hogy az osztály összefog, tehát nagyon sok jótékony dologról számoltunk már mi is be, de ez most akkor ez egy plusz dolog, hiszen ez nem arról szól, hogy most a gyerekekért tesznek, illetve átételesen igen, de egy picit saját magukért is tesznek. Igen, tehát a sok munka miatt, meg ugye nem is vagyunk túl sokan, sem a nővérek, sem az orvosok, tehát nagyon ritka az az alkalom, amikor mi együtt tudunk bármit csinálni, tehát egy évben egy ilyen alkalom szokott lenni az évzáró vacsoránk, amikor egy kicsit össze tudunk gyűlni, és azért gondoltam, hogy ránk férne egy kicsit valami közös kikapcsolódás, még ha nem is tud az egész osztály eljönni, mert ugye az osztálynak működnie kell, de legalább egy része el tud jönni, másrészt pedig maga a játék is egy nagyon jó csapatépítő jelleggel bírt, mert mindenki erre próbált készülni a szabad idejében. Én azt hiszem, hogy ez mindenkinek nagyon nagy siker, én akkor gratulálok, és hát akkor a csapatépítés pedig történjen meg jó helyen, hiszen azért szép helyre fognak utazni. Igen, Hévízre nyertünk egy 8 fős wellness hétvégét, még nem beszéltük meg, hogy ki megy, de itt az osztályon ebből vita biztos, hogy nem lesz, mint ahogy eddig sem volt, hanem mindenki közösen nagy örömmel várta az eredményt, fogadta az eredményt, és úgy gondolom, hogy így fogjuk kiválasztani azt a 8 embert is, aki el fog menni erre a csapatépítő hétvégére. Köszönjük szépen!
Köszönöm szépen én is a figyelmet. Az előbb már hallottuk, hogy az orvosok mennyire lelkesek voltak a gyerekosztályon a szavazásban, de egy picit beszéljünk arról, hogy a nővérkék azok mennyire is kapcsolódtak be. Gulyás András Nibolyával beszélgettünk arról, hogy ön gyermekápoló mennyire fogadta ezt az ötletet, mennyire tetszett ez, hiszen azért sok-sok ilyen dolog történik az osztályon, amikor jótékony célra gyűjtenek. Hát igen, nagyon örültünk a Marcsi ötletének, és örültünk, hogy elküldte ezt az SMS-t, és hát én azt gondolom, hogy maximálisan segítettük abban, hogy itt minden úgy történjen, ahogy kell. Mindenki nagyon lelkes volt, minden nővérke, itt a szülők is biztattak bennünket, akik bent feküdtek, és én azt hiszem, hogy ez egy annyira szép nap volt, amikor jöttek ide hozzánk látogatni, mindenki lelkes volt, mindenki próbálta oda tenni magát, egy emberként mozdultunk, én azt gondolom. Ahogy így hallgatom önöket, az az érzésem, hogy tulajdonképpen, hogyha nem nyertek volna, és ugyanolyan jó nap lett volna ez. Hát igen, a legszebb nap talán az volt, amikor kijöttek ide hozzánk először látogatni, mindenki nagyon jól érezte magát, boldog volt mindenki, örült mindenki, és egy nagyon szép napot zártunk akkor. Mindenki azt mondta, hogy már ez a nap megérte. Tehát akkor ez a nap megérte, de akkor duplán megérte. Egyébként itt az előbb doktornő elmondta, hogy itt nagy az egyetértés, tehát nincs vita sosem, de itt bármikor jövünk, mindig azt látjuk, hogy egy ilyen családias, bár a gyerekek azért néha sírnak, mert fáj a szuri, meg hiányzik anya, de azért itt mindig azt látjuk, hogy egy ilyen pót családként vannak a gyerekek mellett. Hát igen, próbálunk azért anyja helyett, nem anyja, mert nyilván nem lehet, de nem csak a gyerekeknek, hanem a szülőknek is próbálunk segítséget nyújtani, inkább lelki támogatást nyújtani, egyébként meg egy nagyon összetartó társaság a miénk. A csapatépítés akkor hogyan fog folytatódni, hiszen akkor az elmondottakból is kérdezik, hogy most már jó csapat van, akkor ennél már még csak jobb csapat lehet? Hát biztos. Biztos, úgyhogy nagyon várjuk a hévízi hétvégét. Tök, én azt kívánom, hogy hallgassák máskor is így szépen csendben ott, ahol lehet ezt a rádiót, vagy bármelyiket, és akkor hasonló szép nyereményeket kívánunk az osztálynak, és hát a kisbetegeknek tudjuk, hogy innen mindenki gyógyultan távozik. Nagyon szépen köszönjük. Köszöntöm Önöket, Molnár Pállal, a Városgondosság vezetőjével beszélgetünk, hiszen itt a tavasz, hiszen a télből rögtön majdnem a nyárba mentünk. Javában dolgoznak a közmunkások itt a közterületeken. Hogyan készülnek a következő hetekre? A szokásos fölkészülés van, mint minden évben. Természetesen a munkák nem most kezdődtek. Március óta közmunkaprogramok indultak a Városgondosságnál. Közel 500 fő dolgozik a Városgondosság kötelékébe. A élet különböző területein, a mezőgazdasági programtól, a közutas programon át, a park fönntartás és a kerékpárutak karbantartásán keresztül. Belvíz programok, tehát tényleg nagyon széles spektrum pályázott meg 2016 évre a Városgondosság. Jelen pillanatban parkfenntartási munkákat láthatjuk, valóban beköszöntött a jó idő, de nem ért bennünket váratlanul, a meteorológia előrejelzései már nagyon pontosak, tudtuk, hogy ilyen jó idő lesz, sőt ezt sokak elszomorítására mondom, hogy egy pici lehűlés fog következni, tehát nem fog ez a 27 fokos hőmérséklet sokáig megmaradni, utána azonban megint egy fölmelegedés várható, mi igazodunk ehhez. Tehát, ahogy említettem, nem ért váratlanul bennünket. A parkmunkákon kívül, hogyha a városban mozgunk, láthatjuk, hogy a tél folyamán nagyon-nagyon sok kátyú keletkezett. Tegnapi nappal megkezdtük a melegaszfaltos kátyújavítást. Még akadozik egy picit a munka, a keverők ugyanis nem indultak be teljes kapacitással. A tegnapi nap is csak délbe tudtunk aszfaltot leszállítani. 9 tonna aszfaltot már bedolgoztunk, de a mai nap is és a holnapi nap is folytatódni fog, mert a héten a időjárás még kegyes lesz hozzánk, tehát tudjuk az aszfaltozási munkákat végezni. A mezőgazdasági programokban természetesen a előkészítő munkák folynak, a palántázás már megtörtént, üvegházzal is rendelkezik a Városgondosság. Ez évben nem csak zöldségpalántákat nevelünk, hanem már virágpalántákkal is kiszélesítettük a spektrumot, szeretnénk minél több virágot előállítani, hogy ne vásároljunk.
fürdeni kelljen, hanem csak a magot kelljen megvásárolni, és ez a meleg házakban, a fűtött házakban előállíthatóak. A talajelőkészítési munkák folynak a mezőgazdasági program keretében, ahol majd a későbbiekben kiültetésre kerülnek a palánták, valamint vannak zöldségfélék, amelyek már a földbe, a zöldségféléknek a magjai már a földben vannak, és várjuk rá, ide egy kis eső sem ártana. Várjuk a jótékony hatását az esőnek. Belvíz programot, ahogy említettem, takarítási munkák folynak, természetesen nagyobb programok is lesznek, tehát zárcsatornák kialakítása, valamint ebben az évben a legnagyobb munkánk a 200-as csatornának egy szakaszának a bélelése, betonelemekkel történő kibélelése lesz, ugyanis megcsúszott, vagy várhatóan meg fog csúszni a falazata abban az esetben, hogy ezt a munkát, ezt a megerősítő munkát nem fogjuk elvégezni, és ez egy nagyon-nagyon fontos csatorna a város belvízelvezetése szempontjából. Folyik a mezőgazdasági külterületi földutaknak a rendbetétele, karbantartása. A tél nagyon-nagyon megviselte a földutakat, nagyon sok gazdálkodó használta sáros rossz időben is. Óriási mezőgazdasági vontatók a mezőgazdasági gépekkel, amely kátyúknak a kiavítása és mélyedéseknek, vízfoltoknak az eltüntetése. Az utak járhatóvá tétele jelen pillanatban is folyik. Tehát összefoglalva, rendkívül sok munkánk van, rendkívül nagy létszámmal dolgozunk. A környező településeken nincs is ilyen nagy létszám, ahol közel 500 fővel tudnánk dolgozni, és ami program és lehetőség volt, 90%-ba lepályáztuk, és a pályázatok viszont 100%-ban nyertek. Említette a kátyúzási munkálatokat, de tavaly is több alkalommal találkoztunk, amikor térkőburkolatot kaptak, rossz minőségű járdák, egyebek, tehát gondolom, hogy erre az idén is lesz valamilyen lehetőség. Így igaz, megpályáztuk, igaz, hogy nem említettem, de megpályáztuk a értékteremtő beruházások támogatása című pályázatból, Start munkaprogram keretből ebben az évben is ezt a pályázati forrást, 30 fő végzi ezt a munkát, térkőelemek gyártása mellett egy kis lakatos üzem, a szerszámok élezése, gyártása folyik, valamint egy kis asztalos műhelyben pedig a padok fa részének a kialakítása, festése, gyalulása történik. Természetesen térkövezés is lesz, de a kátyuk javítása az továbbra is aszfalttal történik. Itt, amikor legutoljára beszélgettünk még össze, akkor mondta, hogy folytatni fogják a Városháza melletti parkoknál a fák átvizsgálását és ami szükséges annak a kivágását és újjakültetését. Gondolom, hogy ezt tavasszal is folytatják. Így igaz, mondjuk a faültetésnek a vége felé közeledünk, tehát közel 300 fát most tavasszal is kiültettünk már a város külön, nem csak a belterületi és belvárosi parkokban, hanem az egész város területén, utak mentén is. Ez minden évben körülbelül ősszel-tavasszal ekkora darabszámot jelent, és mi az elmúlt évhez képest talán változás, hogy a növényvédelemre egy picit több pénzt tudunk folytatni. Ennek egyik állomása volt az, és ezt a városlakók láthatják is, és ezt szeretném tájékoztatásul közölni az itt lakókkal, hogy éjszakai órákban itt nagy teljesítményű permetezőgépek jelennek meg, amelyek első kezelésként egy lemosó permetezést alkalmaztak a platánfáknál és egyéb díszfáknál, és következőként a vadgesztenye levélaknál zomója ellen szeretnénk, valamint boloskakártevők ellen a platánfák esetében védekezni. Természetesen ezt inkább a késő esti éjszakai órákban fogjuk végrehajtani, hogy ne zavarjuk a lakosságot. Ártalmatlan szerek, tehát egészségügyileg nincs kockázata ennek a dolognak, viszont ezt a munkát el kell végezni, mert lombvesztéstel járhat, hogyha ezek a kártevők nagy számban felszaporodnak. Hát akkor én azt gondolom, hogy megint szép lesz a főterünk, hiszen azért már itt a cseresznyefák és sok-sok minden virágzik. Várjuk akkor a palántok kiültetését is. Utolsó kérdésként május végéhez azért már jobban közeledünk, mint mikor legutóbb beszélgettünk, hogy állnak a bontási munkákkal a leendő rendőrség épület területén. A bontási munkákkal nagyon jól haladunk, úgy néz ki, hogy a május 31-i átadási időpontot tudjuk tartani. Köszönjük szépen, addig is jó munkát kívánunk! Köszönöm szépen én is! Zsúfolásig megtelt a Dériné Kulturális Központ díszterme péntek este Nógrádi György biztonságpolitikai szakértő fórumán. A megjelent több száz érdeklődőt házigazdaként dr. Fazekas Sándor földművelésügyi miniszter köszöntötte. A fórum előtt tartott sajtótájékoztatóján a tanár úr újságírói kérdésekre válaszolt. Az, hogy hogyan látja, milyen most a migráns helyzet Európában?
Gyakorlatilag ott tartunk, hogy a migránsok a világ négy térségébe törekednek. Ausztrália, ahova senki nem mehet be, a haditengerészet őrzi, Egyesült Államok. Egy kóta alapján mehetnek be, akiket az USA kiválaszt, döntő rész Közép- és Dél-Amerikából, tehát ilyen értelemben nem a hagyományos migránsok. Gazdagabb országok, az elmúlt napokban jöttem haza, senki nem mehet be, és Európa, amelyik nem tud védekezni. Máshogy fogalmazva, a négy célterületből három képes és kész a védekezésre, a negyedik nem. Minél később teszi meg Európa lépéseket, amelyek szükségesek, annál nehezebb lesz, de a migráns áradatot meg kell állítani. Amikor a magyar miniszterelnök azt mondta, hogy nem kérünk migránsokat, egyedül volt, pár héttel később már a visegrádi négyek együtt voltak, utána jöttek a románok, finnek, ma pedig az Európai Unió 28 államából 20-nak az a véleménye, hogy erre a migráns leosztásra, amit az Európai Unió néhány tagállama akar, nincs lehetőség, és nem kérünk belőle. Melyek azok a lépések, amelyeket az előbb mondott, hogy meg kellene tenni Európának, hogy megállítsák a migránsokat? Rendkívül egyszerű, schengeni külső határok védelme, az jöhet be, akit leellenőriztek, az jöhet be, akire szükség van, nem az, aki be akar jönni. Tehát az az érv, hogy nekem otthon nincs semmim, eladtam és odaadtam a pénzt az embercsempészeknek, ez emberileg rendkívül sajnálatos, de nem akceptálható. Jelenleg ott tartunk, hogy Európába csak tavaly bejött bő 1,5 millió ember, ellenőrzés nélkül, senki nem tudja, hogy közülük hány a terrorista, így Európa ki van szolgáltatva. A német titkosszolgálat vezetője, és erről majd szeretnék beszélni az előadáson, azt mondta, először, hogy 1000 migránsból legalább egy képzett terrorista van, most már azt mondja, hogy 100-ból egy. Ha én leosztom az 1.500.000-et 100-zal, az azt jelenti, hogy Európa tele van képzett terroristákkal. Ön szerint a kötelező betelepítési kvótát véghez tudják-e vinni, végig tudja-e ez Brüsszel vinni? A válaszom az, hogy mindent meg fognak tenni, hogy igen. A jelenlegi álláspont az, hogy az Európai Unió 28 államából 26-ra ezt rá akarják kényszeríteni, a szlovákokra és a magyarokra nem, mivel mi bíróságra mentünk ebbe az ügybe. Az összes többi államnál az a Juncker és a Scholz, tehát az Európai Unió két vezetőjének a véleménye, hogy rá kell őket szorítani, hogy ezt befogadják. Európa döntő része majd ebből nem kér, mivel állandóan járom a világot. Nemrég jöttem haza, voltam kint Szlovákiába, Szlovéniába, Svédországba, csak az Európai Uniót mondjam. Nem kérnek a migránsokból, ezek az országok megteltek, a multikulturális társadalom megbukott, párhuzamos társadalmok alakultak ki, és néhány héttel ezelőtt Magyarország bekért négy országról adatokat a migránsoktól. A svédeknél bejött, hogy 55 olyan városrész van, ahol már svéd nem tud bemenni, úgynevezett no-go zóna van. A németeknél elképesztő mennyiségű napi 500 bűncselekményt követnek el a migránsok. Belgiumban, Franciaországban úgy tartunk, hogy a börtönben lévők, attól függ, milyen kategóriát veszek, 50-70% a migráns. Belgiumban ezen belül 52% a most bejött migráns, tehát olyan migráns, akik illegálisan léptek be az Európai Unió területére. Ön szerint miért nem nagyon foglalkozik azzal a sajtó vagy a politika, hogy betegségeket is hozhatnak be ezek a migráns? Mert jelenleg a nyugat-európai sajtó sajnos egy politikai vezetés alatt van, én ön sajnálom. Én minden nap legalább egy órát a német közszolgálati televíziót nézem, ez hosszú éveken át abszolút korrekt volt. Most látszik, hogy a politikai nyomásra mit adnak le, és mi az, ami kimarad a hírekből. Nagyon sok egyebet sem adnak le. Leadják a síró gyereket, az anyát, de a valóságos képet, hogy a bejövők döntő része egyedülálló fiatal, aki nem tud itt mit kezdeni, mert nincs szakmája, nincs diplomája, nincs nyelvtudása, ezeket a híreket nem adják le. Érdekes módon a német tudományos intézetek közé tesznek anyagokat, többek között most tették közé, hogy tavaly több mint 6 milliárd euróba kerültek a migránsok csak Németországnak, idén 22, jövőre 26 milliárdba kerülnek, ezek elképesztő pénzek. Ez egy csodálatos dolog. A német történelemben ez az egyik legjobb kérdés. Jövő év második felében lesz a választás, jelenleg Merkel és a CDU népszerűsége zuhan. Egyetlen fölmérés szerint emelkedett kb. 2%-ot Merkel népszerűsége, ezt közli állandóan ottani hírszolgáltatók. Megmondhatatlan, jelenleg ott tartunk, hogy a CDU-ba, tehát a Merkel pártjába gyakorlatilag egy ember van Merkel mögött, a kancelláriuminiszter Altmaier, az összes többiek kifarultak. A von der Leyen nehéz helyzetben van, aki a CDU alelnöke és védelmi miniszter,
mert ő nehéz helyzetbe került a doktori disszertációjával, kiderült, hogy kb. 50 oldal plágium van benne. Egy perc alatt Merkel mögé állt, mire közölték, hogy a doktoria él, csak a idézőleket nem tette ki. Pont. Beszéljünk Magyarország terror fenyegetettségéről, erről mi a véleménye? Magyar álláspont az, és ez jelenleg egész Európa álláspontja, hogy sajnos európai terror elhárítás csak papíron létezik, senki a legjobb adatait nem adja tovább, részint azért, mert nem hajlandó továbbadni, részint pedig azért, mert nem hajlandó kiadni a hírforrásait. Magyarul, hogy melyik arab országba kik az ügynökeink, hiszen ez életveszélyes, ha kiadjuk. A második megjegyzésem az, hogy Magyarországon a titkosszolgálatok 3 miniszterhez tartoznak, ezért az a kormány álláspontja, hogy létre kell hozni egy kis létszámú, valamivel több mint 100-as intézetet, amelyik minden információt megkap, hogy egyesítse, elemezze, és a legfelsőbb politikai vezetésnek ezt továbbadja. Ugyanígy lépnek jelenleg az európai országok zömében. Harmadik az, hogy minden merénylet után Párizs, stb. Brüsszel, egy amerikai elnök üzenet jön, amik azt mondja, hogy javítsuk a Európa-USA közti kapcsolatot, soha nem javul, és javuljanak az Európán belüli kapcsolatok, ez csodálatos, semmi nem történik. Minden merénylet után összejönnek az Európai Unió belügyminisztere és igazságügyminiszterei, csodálatos határozatokat hoznak, és semmi nem történik. Az elhárítás döntően nemzeti feladat volt, van és lesz Magyarország. Minden terrorfenyegetést komolyan kell venni. Nyilvánvaló az, hogy Magyarországon is megpróbálnak bizonyos erők embereket beszervezni. Külső fenyegetettségben 2 van, ami Magyarország számára fontos, az iszlám állam tevékenysége és a magyar államhatártól kb. 200 km Bosznia területén lévő terrorista kiképzőközpontok. Ön szerint mennyi a ráció, hogy Magyarországon bármi tragédia történik? A válasz az, hogy azért vannak a titkosszolgálatok, hogy ezt elhárítsák. Az elsősorban terrornak kitett országok Európában, az a 4 országon nagy létszámú muzulmán kisebbség van, ez Belgium, Franciaország, Németország és Nagy-Británia. Ezt a 4-et érdemes lenne külön elemezni, a többiek terrorfenyegetettség ennél sokkal kisebb, Magyarország is. A legutolsó fölmérés szerint, népszámlálás szerint Magyarországon 5500 ember vallotta magát muzulmánnak. Ezek döntő része itt végezte az egyetemet, a magyar felső középosztályba tartoznak, magyar házaspárjuk van. A valóságban 20-tól 50 ezer muzulmán él Magyarországon. Eddig komoly jel, hogy terrorfenyegetést hajtanak végre, hál' Isten nem volt. Köszönjük szépen, és ugye a végére itt vagyunk most ugye Karcagon, itt fog egy előadást tartani. Adja magát a kérdés, információnk szerint többször járt már Karcagon régebben, meséljen nekünk valami izgalmasabb élményeket. Imádtam ide járni, egyetem után jártam az országot, rengeteg előadást tartottam, nagyon gyakran voltam itt, csodálatos szép volt a város, szerettem az embereket, és nagyon szépen köszönöm, hogy újra visszahívtak. Én köszönöm. Köszöntöm Önöket, Kis Mihályjal beszélgetünk, hiszen egy nagyon szép üzemet avattunk fel az előzőekben. Ma már Karcagon is lehet kapni ezen túl különböző olajokat. Honnan jött ennek az ötlete, hogy készítsen egy ilyen üzemet? Hát ennek az ötlete az nagyon-nagyon régen megfogalmazódott bennünk. Szeretnénk jó minőségű, egészséges élelmiszert a fogyasztókhoz eljuttatni. Mi is szerettünk volna ilyet vásárolni, fogyasztani, és rájöttünk, hogy nem lehet. Nem lehet jó minőségű, igazán jó minőségű, úgynevezett prémium olajokat nem lehet elérhető áron megvásárolni Magyarországon. És innen jött az ötlet, hogy ha nem lehet megvásárolni, akkor majd mi készítünk, és a elképzelésünket tett követte, és elkezdtük az üzemünket építeni, amelynek az lett az eredménye, hogy nagyon sok buktatón, nagyon sok nehézségen túl vagyunk. Volt egy líderes pályázatunk, amit igénybe vettünk gépvásárlásra, és a elképzelésünk megvalósulni látszott. Eljutottunk oda, hogy meg tudtuk valósítani az üzemünket. Ebben az üzemben az olajoknak a gyártása, ez teljesen természetes úton történik, hidegen sajtolással készítünk olajokat. Ez azt jelenti, hogy a magvakat, amelyeket mi állítunk elő nagy részében, tisztítás után kerülnek a gépeinkbe. Ez azt jelenti, hogy gyakorlatilag közel 100%-os tisztaságú magokból készítünk olajat, nincs benne idegen mag. Az olajoknak az elkészültét követően
arra vigyázunk, hogy csak ülepítünk és csak szűrjük, tehát semmi nemű idegen anyagot nem semmi vegyi eljárásnak nem vetjük alá, illetve nem is adunk hozzá idegen anyagot és nem is kezeljük. Tehát ezek az olajok természetes olajok. Egyébként már nagyon régóta gazdálkodik, de mindig a kísérletezéséről volt híres, legalábbis számomra, hiszen emlékszem, hogy olajretket először önnél láttam, aztán a citromfültetvényen is voltunk, tehát azért mindig próbált több lábon állni, és mindig olyan kuriózumot hozni ide, ami máshol nincs. Igen, ez biztos, hogy így van. Ez már valószínűleg, hogy ez belém van kódolva, tehát én mindig keresem az újakat, a korszerűbbnek vélt dolgokat. Ezért a vetésszerkezetünk sem szokványos. 2014-ben 17 féle növényelőállítását végeztük, most olyan 12-13 lesz, és ezek közül van bizony gyógynövény is, illetve most az olajüzem ellátására fogunk vetni olyan növényeket, amelyeket idáig nem vetettünk, hogy a saját magunkból tudjunk olajat készíteni. Ezek kihívások, ezek jó dolgok is, a maga buktatóival, nehéz dolgok, de amikor az ember úgymond az út végére ér, akkor egy picit olyan jó esőérzés, hogy meg tudtam csinálni, és volt értelme megharcolni ezekért a dolgokért, és olyan megelégüléssel tölt el az embert, és itt az olajokra visszatérve, tehát az a tudat, hogy igenis jó minőségű olajokat fogunk tudni a fogyasztók asztalára tenni, ez külön plusz jó érzéssel tölt el az ember lelkét. Most nem tudom, hogy publikusan is elmondhatjuk-e, amit oda bent hallottunk, amikor végigvezetett bennünket az üzemen, de azt ígérte, hogy mi karcagiak, azért egy picit olcsóbban fogunk hozzájutni ezekhez a termékekhez. Igen. Tehát mindenképpen szeretnénk a szűkebb régiónkba az olajakat olcsóbban fogjuk adni, mint a nagy kernek, akinek szállítunk, és ő majd több kereskedőn keresztül fogja a fogyasztóasztalára tudni tenni. Tehát karcag környékén, vagy sajátból, vagy itt a telephelyen, de mindenképpen szeretnénk olcsóbban adni, mint másutt. Itt van egy-két kuriózum, hiszen mákolajtól, lenolaj, Mária tövisolajról, emlékszem napraforgó. A napraforgóról oda bent mondott el egy érdekes dolgot, ezért ezt osszuk meg másokkal is. Mondta az olívaolajat és e közötti különbséget. Egy picit beszéljünk erről is. Tehát a napraforgóolajunk annyiban más, mint a többi gyártói, bár biztos gyártanak mások is ilyet, mi hántoljuk a napraforgókat. Ez azt jelenti, hogy a kaszatnak a bizonyos százalékát mi levesszük, hogy azok az ízanyagok, amelyeket a héj tartalmaz, azok ne kerüljenek be az olajba. Mivel ezek hántolt, tehát ez hántolt napraforgóból készül, ezért teljesen más az ízvilága, és például majonézt lehet belőle készíteni, amelyet a hagyományos sajtolásra készült olajból nem lehet, mert olyan savanyú lesz, hogy egyszerűen fogyaszthatat. Ezek az olajak teljesen természetes ízűek, és mivel az ára nem mondom meg, mert nem mondhatom meg, hogy mennyibe kerül, tehát az olívaolajnak, azok az 1500 forintos olívaolajnak igenis kell, hogy konkurenciája és versenytársa legyen, hisz azok az olajak nem biztos, hogy teljes egészében csak olívaolajat tartalmaznak. Viszont tudjuk, hogy a mi napraforgóolajunk csak napraforgóolajat tartalmaz, és szeretnénk a kedves fogyasztókkal ezt tudatosítani, hogyha ezt vásárolják, akkor ez biztos, hogy ez egészséges. Akkor reméljük, hogy mindenki meg fogja találni azt az esetleges kuriózumot, vagy éppen az egészségét védő olyan olajat, amit önök fognak előállítani. Én sok sikert kívánok önöknek, és azt, hogy akkor az újítás felé újból menjenek el, hiszen önt ismerve már biztos, hogy gondolkodik valami más dolgon, úgyhogy remélem, hogy hamarosan találkozunk. Hát igen, annyit szeretnék még mondani, hogy Perfect Natura márka néven fogjuk az olajainkat forgalomba helyezni. Mindegyik olajnak egy közös dizájnja van, tehát a porcokon meglátja a kedves vásárló, akkor minden olajnak ugyanaz lesz a látványa, az, hogy látszik, hogy ez egy termék. Tehát ehhez is ragaszkodunk, hogy ez is úgy tudja levenni a fogyasztó, hogy ez tudja, hogy ez Perfect Natura, akkor ez tényleg az, amit a szó jelent. Köszönöm szépen a lehetőséget. Mi is köszönjük. Csaknem 4 év munka után ünnepélyesen átadták az újjáépített Tiszaligeti stadiont szombaton Szolnokon. A megnyitón a miniszterelnök is részt vett. Az eseményen kiosztott sajtóanyag szerint a Tiszaligeti stadion 1974. december 4-ei átadása után 1988. június 14-én ott rendezték a Magyar Népköztársasági Kupa döntőjét, amelyet a Békés Csaba előre és a Budapesti Honvéd játszott.
2006. augusztus 19-én az FTC vendégjátékára MB2-es meccsen mintegy 10 000 néző volt kíváncsi, ennél többen bajnoki mérkőzést nem tekintettek meg a stadionban. Az idő múlásával egyre rosszabb állapotba került a létesítmény, az átépítési munkálatok 2012 nyarán kezdődtek. A formációt azonban vendégeim, most pedig felkérem Orbán Viktor urat, Magyarország miniszterelnökét, tartsa meg avató beszédét. Jó napot kívánok, tisztelt hölgyeim és uraim, kedves szónokiak, tisztelt polgármester úr! Elmondanám az avató beszédemet, engedjék meg, hogy tegyek egy-két rövid személyes megjegyzést. Először is szeretnék köszönetet mondani a vállalkozóknak, hiszen a kormány nem tett más, csak azt, ami a dolga, támogatta a fiatalokat és a sportot. A vállalkozóknak azonban nincs ilyen kötelezettségük, akik erre mégis vállalkoztak, ezért külön elismerést érdemelnek. A magyar kormány nevében köszönöm a szolnoki vállalkozóknak, hogy megtették, amit megkövetelt a haza. Köszönjük szépen, hogy jelentős jobbnak és munkatársaink. Második megjegyzésem személyes természetű, tisztelt hölgyeim és uraim, nem kell futballbarátnak lenni ahhoz, hogy ma örüljön valaki itt Szolnokon. Még csak sportbarátnak sem kell lenni. Elég, ha az ember szereti a városát. Én jól emlékszem, hiszen néhány évig itt élhettem önök között Szolnok városában, és gyakran is jövök ide is, amikor az ember itt eljön az úton, a stadion háta megett, és benézett ide az elmúlt 10-20 évben, akkor nem egészen értette, hogy mitől is állt így meg az idő. Amit itt láthattunk korábban ennek a mai létesítménynek a helyén, az maga volt hát az országot megviselő szocializmus maradványa. Betontörmelékek, elhanyagoltság, pénztelenség és gyakran gondatlanság bizonyítékai. Örülök, hogy ezen sikerült a városnak túllendülnie. Gratulálok a polgármester úrnak, sikerült találjunk a modern városokról szóló programot. Gratulálok ahhoz, hogy az elmúlt három évben 15 milliárd forintot tudtunk közösen elkölteni a két szolnoki kórház felújítására. 15 milliárd forintot tettünk Szolnok városának egészségügyébe. Épül a Budapest és Szolnokot összekötő 4-sávos autóút is, amely jól emlékszem még 1989-ben a helyi Fidesz csoport megalakulásakor került először a programpontok közé. Elég sok víz lefolyt azóta a Tiszán, hogy végre eljussunk odáig, hogy ebből legyen is valami. Tisztelt hölgyeim és uraim, ha az ember elmegy egy idegen városba vagy külföldre, és arra kíváncsi, hogy rendben vannak-e a dolgok, az onnan tudhatja meg, hogy megnézi, rendben vannak-e a porták. És ha az udvarok és a porták rendben vannak, akkor valószínűleg az egy rendes hely. Ha az ember elmegy egy nagyvárosba, akkor azt nézi meg, hogy rendben vannak-e a közösségi terek. Rendben vannak-e a templomok. Rendben van-e a kórház, a városháza, a temető. Rendben vannak-e a sportpályák, az uszodák, a csarnokok és a futballpályák. És ha azok nincsenek rendben, akkor azon a településen valami baj van. Én örülök, hogy Szolnok városa azok közé, a városok közé tartozik, amelyről azt mondhatjuk, hogy rendben van. Van gazdája. A polgárai szeretik, törődnek vele, olyan vezetőket választanak, akik sajátjuknak érzik a város gondjait és bajait. Gratulálok Szolnok városának ahhoz a fejlődéshez, amit az elmúlt időszakban elért. Jól emlékszem, még az első kormányunk idején valamikor, a 2000-es évek legelején járhattunk itt először, amikor sportlétesítményt újítottunk föl, akkor a sportcsarnokot alakítottuk át. Aztán nemrégen megépítettük az új uszodát, és a vízilabdásoknak is méltó otthonuk lett. Most eljöttünk ide, itt vagyunk, és elkészítettük a gyermekeknek, elsősorban a gyermekeknek, másodszorban pedig a profi labdarúgóknak ezt a stadiont. 400 millió forintot adott erre a kormány, és több mint 600, sőt inkább 700 milliót adtak a vállalkozók. Tisztelt hölgyeim és uraim! Minden országnak abból kell boldogulnia, amelyre és amihez erőforrásai vannak. Nem elegendő álmodozni arról, hogy milyen országot szeretnénk, tudnunk kell azt, hogy mihez értünk.
miben vagyunk jók, miben bizonyítottunk már. És a jövőt is érdemes arra építeni. Ha megnézzük, hogy mi magyarok miben vagyunk jók, akkor a tudomány és a művészet mellett bátran ide citálhatjuk a sportot is. Tisztelt Hölgyeim és Uraim, sokan vannak, akik ellenzik a sportra költött összegeket. Mégis azt kell mondanom önöknek, hogy bár a mindennapos testnevelés bevezetése óta jelentősen megnőtt az egészségükkel többet törődő gyermekek és családok száma, de egy nemzetközi összehasonlításban helyezzük el hazánkat és a mi gyermekeinket, akkor például a nemzetközi elbízási listán egy európai versenyben előkelő helyen dobogót tudunk végezni. És ez nincsen jól így. Az egészség megóvása nem akkor kezdődik, amikor betegek vagyunk és meg kell gyógyulnunk, hanem ott kezdődik, hogy megőrizzük az egészségünket. És ha azt akarjuk, hogy erős, fiatal, jó jellemű nemzedéke legyen a hazának, ahhoz bizony költenünk kell a sportra, meg kell őriznünk a fiataljaink egészségét, és ez leginkább a sportberuházásokon keresztül lehetséges. Tisztelt Hölgyeim és Uraim, természetesen minden helyzetet meg lehet szokni az életbe, még a legmegalázóbbat és a legsikertelenebb helyzetet is. De ne felejtsük el soha, hogy nekünk magyaroknak, ha a sportról van szó, mi a természetes állapotunk. A mi természetes állapotunk az, hogy mi Puskás öcsi, Paplaci, Balczó András és Egerszegi Krisztina országa vagyunk. Olyan nemzet, amely világklasszis sportolókkal büszkélkedhet. Miért kellene ennél kevesebbel beérnünk a jövőbe? Márpedig ahhoz, hogy újabb és újabb tehetségek bukkanhassanak föl, ahhoz esélyt kell adni minden fiatalnak. Szülessen az ország bármely sarkában. Sohasem tudhatjuk, hogy melyik település, melyik lakótelepére, vagy melyik falu utolsó házába született meg az új egerszegi Krisztina, Balczó András, vagy éppen Puskás öcsi. Őket meg kell találni, meg kell ismerni, föl kell fedezni, esélyt és lehetőséget kell nekik adni, ehhez pedig létesítmények, tanárok, nevelők és edzők kellenek. Jó edzők nélkül nincs erős jellemű fiatalság, tisztelt szolnokiak, ezért külön is köszöntöm a jelenlévő edzőket, akik rábízunk a gyerekeinket, hogy az iskolaidő mellett a lehető legtöbbet hozzák ki belőlük, a lehető legnagyobb teret nyissák tehetségeink előtt. Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Természetesen nem lehetünk elégedettek. Jó itt körülnézni, örömmel hallom, hogy az energia is olcsó, látom ezeket az elegáns íveket, amelyek segítenek befedni a nézőteret, látom a jó minőségű pályát, látom a hátul lévő pályákat. Tudom, hogy itt a szemben lévő lelátó mögött van talán egy leharcolt műfűves pálya is. Polgármester, azt is rendbe kellene hozni, ráadásul egy nem is elég, kell találni helyet a másiknak. Ha a helyet megtalálják, és valami kis apró pénzzel önök is hajlandóak ebben a beruházásban részt venni, akkor a magyar kormány szívesen áll rendelkezésre, hogy a következő fejlesztés is együtt megvalósítható. Tisztelt Hölgyeim és Uraim, az aranycsapat számunkra fontos dolog, sokan félreértik az aranycsapat jelentőségét és üzenetét a magyarok számára. Sokan vannak, akik azt gondolják, hogy a futball és az aranycsapat az egy a mi múltunk lezárult dicső darabja. A valóság azonban az, hogy az aranycsapat meg a sportsikerek általában ennél sokkal többre tanítanak bennünket. Én azt olvasom ki ezekből a sportsikerekből, hogyha mi magyarok hajlandóak vagyunk félretenni az ellentéteinket, ha elővesszük a jobbik génünket, ha hajlandóak vagyunk együttműködni, akkor világra szóló eredményeket érhetünk el. Kívánom önöknek, hogy Szolnok városa is részese lehessen a jövő nagy nemzeti sikereinek. A stadiont most átadom, használják egészséggel, teljék örömük benne. Köszönjük meg!
gabonafeldolgozó üzemet épít zöldmezős beruházással, Tisza püspöki mellett a Tisza TK projekt Kft. A 45 milliárd forintos beruházás alapkövét Varga Mihály nemzetgazdasági miniszter és Zahola Pollák Vanda, a Kft. Ügyvezető igazgatója helyezte el 2016. március 24-én. Ez most elindít egy folyamatot, gyakorlatilag talán azt is mondhatnánk, hogy ennek az óriási beruházásnak a alapkőletétele indítja el azt a startpisztoly és startpisztoly, amelyel elindítjuk a térségben azt a fejlesztési folyamatot, aminek a végén nagyon-nagyon sok alapkőletétel és nagyon-nagyon sok beruházásnak az átadása fog bekövetkezni, hiszen hamarosan elhelyezzük az alapkövét a törökszemiklósi tanúszodának, illetve a területi operatív program pályázatának köszönhetően rengeteg beruházás fog megvalósulni a térségben, csak ebben a pályázati keretben több mint 15 milliárd forint értékű pályázat lesz szétosztva ebben a térségben. Azt gondolom, ez már önmagában is jelentős, és hát ez a mai alkalom, azt gondolom még egyszer, hogy ennek a nyitánya, a méltó nyitánya, és most már alig várjuk, hogy ez a gyár megépüljön, és jövő nyáron egy gyönyörű átadáson átadjuk, és utána meginduljon a termelés. Varga Mihály a rendszerváltás óta Magyarországon megvalósuló legnagyobb élelmiszeripari beruházásként méltattam most kezdődő építkezést, amelynek jelentősége egész Közép-Európára kiterjed. Olyan beruházásról van szó, amely azon túl, hogy közvetlenül 550 ember munkahelyét teremti meg, és közvetve pedig még további 750 ember munkahelyét, tehát összességében 1300 munkahelyről beszélünk. Azon túl, hogy olyan korszerű, modern technológiát fog meghonosítani a magyar élelmiszeriparban, ami eddig hiányzott. Az a célja a kormánynak, hogy magasan nagy hozzáadott értékkel rendelkező termékek készülnek a magyar gazdaságban. Tehát nem az a cél, hogy lábon adjuk el a búzát vagy a kukoricát, hanem ha lehet, hozzáadott értéket termelve, feldolgozva kerüljenek ezek ki a Európa és a világpiacra. Ez az üzem most egy ilyen beruházás lesz, kukoricát fognak feldolgozni, izocukorrá, és ezt a cukrot fogják értékesíteni majd Európa és a világ több piacán. A 2017-re elkészülő gyár stabil, hosszú távú keresletet, ezzel az eddigieknél nagyobb értékesítési lehetőséget jelent majd a hazai kukorica termesztők számára. A gyár évente 530 ezer tonna kukoricából állít majd elő élelmiszeripari alapanyagokat, 230 ezer tonna izocukor mellett termékportfóliója a legmagasabb minőségű alkoholtól, cukortól, az étolaj alapanyagig terjed. Jelentős lesz az állattenyésztési célokra gyártott GMO-mentes takarmány alapanyag is. Az új gyár stabil, hosszú távú keresetet biztosít a kukorica és biomassa számára. Termékeinket közvetlenül nem ismerik biztosan, de biztosan mindenki fogyaszt minden nap olyan terméket, amiben a mi termékünk is van. Folyékony cukrot fogunk előállítani, keményítő termékeket, illetve egy különlegesen magas minőségű alkoholt, valamint a melléktermékeink, ezek takarmányok lesznek. Ezek a cukrok megtalálhatók a tejtermékekben, pékárukban, édességekben. Tehát minden amihez folyékony cukor kell, az abban nagy részt a mi termékünk található. Kedves nézőink, a hónap végén rendezik meg a Kuruc testvérek birkózó emlékversenyt a rendezvénnyel kapcsolatban. Háttér című magazin műsorunk mai vendége Kuruc István. Köszöntöm kedves nézőinket, mai vendégünk Kuruc István, szeretettel köszöntöm stúdiónkban, örülök, hogy elfogadta meghívásunkat. Én is nagy tisztelettel köszöntöm a Karcak Televízió nézőit és természetesen a stúdió dolgozóit. Ismét eltelt egy év, meghívtuk újra egy stúdióinterjúra, nagy rendezvényre készülnek a hónap végén, mi is lesz ez pontosan, mit kell tudnunk róla? Hát én úgy gondolom, hogy Karcagon körülbelül ebbe az időtájba már igen tudják, hogy mi következik. Mi mindig egy évbe szoktunk egy nagy birkozó versenyt rendezni. Az utóbbi években már ez a magyar bajnokság, kodosztályos magyar bajnokság, és egyben Kuruc testvérek birkozó emlékversenye, és erre készülünk, mert azt azért tudni kell, hogy magyar bajnokság egy évben ez egy van, és azért az ország erő rangsorát azért valahogy abba a korosztályba ez a verseny adja meg. Hogyan tudták ezt leszervezni, véghez vinni, hogy itt rendezzék meg Karcagon a magyar bajnokságot? Mint minden magyar bajnokságot, illetve diákolimpiai versenyeket, azokat előző év novemberébe lehet megpályázni a Magyar Birkózó Szövetségnél.
mivel ugye ez már most nekünk a 21. így ismerik azt, hogy milyen színvonalon és hogy szoktuk megrendezni ezeket a versenyeket, amihez már itt köszönöm Karcag város vezetésének a nagy segítő munkáját. Így nem volt sok bajunk, majdnem, hogy azt mondhatom, hogy azon múlott, hogy pályázunk, vagy nem pályázunk. Természetesen pályáztunk, természetesen meg is nyertük. Egy pici kis pikantériája van a dolognak, mert ez egy héttel később lett volna. Hamarabbra kellett hozni, mert a sportcsarnokba rendezvény lesz. Nem a legszerencsésebb, mert ez egy kicsit ütközik egy másmilyen versennyel is máshol. Persze nem ezt a korosztályt érinti, de az edzőket, meg a szakembereknek egy részét azért ez érinti. Illetve a középiskolában ekkor van a ballagás, és ez is sok családtagot leköt, de bízunk benne, hogy azért ennek a korosztálynak azért most is körülbelül egy ilyen 200 fő közötti indulóra számolunk, hisz ide nem csak az jön el versenyezni akar, hanem aki az év során kivívta azt, hogy benne van abba az első kategóriás részbe, hogy egy magyar bajnokságon indulhasson. Karcagról ezen a versenyen a hivatalos részén 4 fő fog indulni, ebbe van azért magyar bajnok is, magyar bajnoki helyezett is, szeretnénk, hogyha nagyon, de nagyon szép eredmény születne, és természetesen meg szoktuk ragadni az alkalmat arra, hogy a fiatalok is bemutatkozzanak, úgyhogy be fog mutatkozni 9 fiatal, ezeknek java része óvodáskorú, óvodáskorosztályú, hisz tavaly már megkezdtük, hogy óvodákba vittünk ki szőnyegeket, óvodákba tartottunk edzéseket. Nem birkozásra kell elsősorban gondolni, hanem arra, hogy megszeresse a mozgást, megszeresse a küzdősportot, és inkább ilyen rávezető dolgok vannak, de nagyon ügyesek, nagyon jók, és meglepő, hogy ebbe a korosztályba még azt sem mondhatjuk, hogy a fiúk lányuk együtt, tehát mindenki szereti ezt a részét. Hát, és így megkaptuk, és megpróbálunk maximálisan mindig eleget tenni. Nem akarom megelőzni a következő kérdéseket, de inkább mondom, hogy természetesen az elsőtől kezdve azért tájjellegű étellel vendégül szoktuk látni a, most nem a résztvevő csapatokat, de a résztvevő csapatok vezetőit. Mi lesz most a tájjellegű étel? Hát a tájjellegű étel azért egyet elárulunk, hogy nem paradicsomleves lesz, hanem természetesen birkapörkölt lesz, és pacalos körömpörkölt. Az egyik szülő, aki ő maga is birkozott, és most a fia birkozik, már tavaly is, tavaly előtt is ő vállalta be, úgyhogy hát bizony 2 birkát fog vágni, és körülbelül 40 kiló pacalt fog megfőzni, és 2 ütembe az ottani, a Györfi István iskola ebédlőjébe fogjuk ezt a tájjellegű ebédet elkészíteni. Megmondom őszintén, hogy az ország minden részéről várják, hiszen erre a versenyre Szombathelytől Nyíregyházáig, Szegedtől Miskolcig, Budapest összes fővárosi egyesülete részt vesz, és ezt várják, mert ilyet ők sehol nem szoktak enni. Tehát 30-án lesz. 30-án lesz. Szombaton 10 óra 30-kor lesz a megnyitó. Mondjuk el a programot, ha ja, már igen, így igen, kezdtük, igen, hogy 10.30-kor megnyitó, mire számíthatnak? Tehát ami nem a közönségre tartozik, az az, hogy nekünk már azért a termet biztosítani kell 7 órától, berendezve, 3 szőnyeggel, már a Magyar Birkozó Szövetségtől jönnek ki pénteken este, hisz a Magyar Bajnokságot ugyanazok a jelzőrendszerek vannak, eredményjelző rendszerek, mint egy akármilyen világversenyen, és ezzel csak a Magyar Birkozó Szövetség rendelkezik, és azoknak a munkatársai, 5 fő fog jönni, és ezeket beállítják már pénteken este, és utána ugye van 1 óra hossza hivatalos mérlegelés, mert ez ugye súlycsoportonként megy, és ezt nagyon szigorúan veszik, és ezt tudják a versenyzők is, már ebbe a korosztályba is. Ez az, amikor ugye nem esznek, nem isznak a hát, mérlegelés nem előtt, lehet, mert ugye vagy hogyan működik dekával. Ez egy pici kulisszatitkot mondjuk már a nézőknek. Hát, igen, ez úgy működik, hogy megvannak a súlycsoportok. Felteszem azt, van ugye 29 kiló, 30, csak annál több nem lehet egy dekával se. Na most ebbe a korosztályba
Én magam legalábbis azok közé tartozik, aki nem nagyon szereti azt, hogy komolyabb fogyás legyen egy fejlődő szervezetnél, de úgy gondolom, hogy ha egyszer kiürül a szervezet, az még nem fogyás, és azért ilyenkor bizony általában előtte való nap este már nem esznek, akkor reggel még nem esznek, és ez jelenthet ilyen esetekben egy kiló, másfél kilót az átlagos súlyától, utána természetesen ez bepótolja, hisz a mérlegelés után már lehet étkezni. Ezt szigorúan veszik, digitális mérleg van, egy dekával. Tehát ők még nem fogyasztanak előtte. Ez nem fogyasztás, nem, szóval ez nem jellemző a nagy nemzetközi versenyekre. Én tiltakozom is ellene, én nem is vagyok híve, egy fejlődő szervezetet csak átmenetileg lehet becsapni, hagy fejlődjön, de az 1-2 kiló az még szerintem nem fogyásnak számít, és ezt tudják és lelkiismeretesen be is tartják a gyerekek. Tehát 10 óra 30-kor kezdődik maga a verseny, ahova nagy szeretettel és nagy tisztelettel várunk mindenkit. Nagyon szeretném, hogyha akiket meghívtunk, és akkor mondom majd a programot is, itt tudnának lenni. Fazekas Sándor miniszter úr még nem hiányzott egyen se, és ez a 21. Én nagyon bízok benne, bár most olyan fülesen van, hogy lehet, hogy külföldön lesz, de majd a külföldi partnerre beszélek, hogy mondják le, majd későbbre tegyék át. Legyen már itt mindegyiken. Németh Szilárd, a Magyar Birkozó Szövetség elnöke, több mint valószínű, hogy itt lesz. Meghívtuk az összes olimpiai bajnokot, meghívót fogunk küldeni az összes iskoláknak, óvodáknak, természetesen a városvezetésnek, a képviselőtestületnek, polgármester úrnak, megyei közgyűlés elnökének, Kovács Sándor úrnak, hisz ő ugye maga is birkozott, most meg a gyerekei birkoznak, és elnézést, hogyha valakit kihagytam, de nagyon sok mindenkit meg szeretnénk hívni, mert hagyj lássák azt, hogy ebbe a korosztályba is, ahol fiatal korúakról van szó, általános iskolás korú mindenki, hogy nem mindegy, hogy a szabadidejét hogy tölti el, én nem csak azt mondom, hogy a birkozás legyen, de legyen része a sport, legyen része, ebbe beleértem még a zenét is, meg az egyéb irodalmi elfoglaltságot, tehát bármit, de én úgy gondolom, hogy a mai világban feltétlen fontos az, hogy a gyerekek lényegesen többet mozogjanak, hisz ha visszagondolok, hogy mikor mi az életünket éltük az utcán, akkor meg lehetett tenni, mert eltelt 3 óra hossza, amíg elment egy jármű. Ma nem lehet az utcán focizni, az utcán fejelni, vagy el kell menni egy olyan helyre, ahol, mit tudom én, a Lóger pályához, vagy az iskoláknak az udvarára, amely azért egy kis kötöttsége, és nem az, hogy egyet pattant a labda az utcán, és akkor 5-6 gyerek ott volt. Én úgy gondolom, hogy hasznosan töltik el a szabadidejüket, hogyha ilyenekkel foglalkozik, és én meg vagyok már róla régóta győződve, hogy aki egy jó pár évet a sporttal és azon belül is a birkozással foglalkozik, az azon meglátszik. Meglátszik a testfelépítésébe, meglátszik a határozottságába, meglátszik azon, hogy nincs meglepődve semmitől, hirtelen képes reagálni bizonyos dolgokra, és ez még csak a sport része, de ez ugyanúgy igaz, hogy az iskolába is jobban megállja a helyét, vagy később a munkahelyen is, mert hozzá van szokva, hogy vagy készülök, és akkor fel vagyok rá készülve mindenre, és akkor van eredmény, ez mondom a sportra és a munkára is igaz, vagy nem, akkor sajnos alulmaradok, és ez szintén igaz a munkára is. Ha meg lesz a megnyitó, utána mindig ki szoktunk menni, hisz ez ugye a Kurusz testvérek emlékversenye a temetőbe, a katolikus temetőbe, és ott koszorút, illetve virágokat szoktunk elhelyezni a Kurusz testvéreken. Sajnos, illetve a sírjain, sajnos már nem élnek a Kurusz testvérek közül, úgyhogy sőt a feleségek közül is egyedül anyukám él, aki ugye 88 éves, de szerencsére nagyon-nagyon jó egészségben. Ez nem azt jelenti, hogy indul a versenyen, de ott lesz a versenyen. Természetesen. És kimegyünk koszorúzni, virágokat helyezünk el. 10 óra, tehát a megnyitó után közvetlenül kezdődnek a selejtezők. Majd 1 óra és 2 óra közöttre tervezzük a tájjellegű ebédet. Természetesen úgy, hogy a verseny folytatódik tovább, tehát megy tovább. És délután valamikor 3-4 óra körül várhatóak, hogy kezdődnek a döntők.
Úgyhogy ez mellett, hogy ki legyen töltve az idő a mérlegelés, illetve a verseny kezdete között, hisz ott egy óra kötelező pihenő a gyerekeknek, meg mire a sorsolásokat, egyebeket megcsinálják. Ez idő alatt becsempésztünk még olyan dolgot, hogy meghirdettük, itt van nálam például a szövege éppen, és ebben nagy köszönet Szepesi Tibornak és Katikának a könyvtárba, hogy segítségünkre voltak, meghirdettünk egy olyat, hogy sportol a drog ellen, hisz egy kicsit ehhez is kapcsolódik. Ez egy rajzpályázat. És egy rajzpályázat, aminek csak az a címe, hogy sportol a drog ellen, kinek mi jut eszébe. Ezelőtt vagy 5-6 évvel volt már ilyen, nagyon sikeres volt, nagyon sokrétűen tudnak gondolkozni a gyerekek. Ez általános iskolában két korosztálynak lett, tehát az alsóbbaknak és a felső tagozatosoknak lett meghirdetve, illetve a középiskolásoknak egybe, amelyet díjazni fogunk, illetve most is tervezünk olyanokat, hogy vérnyomásmérés, vércukorszínmérés, volt már eredménye, mert volt, aki a verseny után hétfőn úgy kezdte, hogy ment, mert itt derült ki, hogy hát bizony jó lenne magát kezeltetni, úgyhogy, és ez azért egy kicsit kapcsolódik ahhoz, hogy sportol a drog ellen, meg az egészség, és ezzel próbáljuk még, míg meg nem kezdődnek a versenyek, mindezt kiegészíteni. Nem egyszerű a dolog, hisz két szőnyeget hoznunk kell vidékről, amelyet majd vissza is kell rakni, mint egy 400 négyzetméter szőnyegfelülettel kell ugye a termet berendezni, ehhez hangosítás, amit mondtam, a jelzőrendszerek beépítése, ami szerencsére most már nem a mi dolgunk, de ehhez én a város vezetése részéről minden szinten megkaptam, és megkapjuk ezután is a maximális segítséget. Említette, hogy meghívtak olimpiai bajnokokat is. Mit jelent a ifjú kisportoló gyerekeknek az, hogy ikonokkal találkozhatnak? Én úgy gondolom, hogy mint minden ember életében, amit csinál, hogyha van egy olyan személyiség, akire felnéz, ez nem csak a sportra igaz, de a sportra is igaz, én úgy gondolom, hogy ez mindenképpen motiválja. Hisz példaként lehet említeni, és nem beszélve arról, ugye, hogy nálunk van olyan általános iskolás korú gyermek, aki egyértelműen kijelentette, hogy ő olimpiai bajnok szeretne lenni. Egy kis kiigazítást tettünk hozzá, hogy olimpiai bajnoknak nem szeretni kell, hanem akarni kell, de ő meg is tesz érte mindent, és ráadásul kitűnő tanuló is. Úgyhogy én úgy gondolom, hogy kell mindenképpen, hogy legyen bármilyen szinten, bárkinek és bármilyen területen egy olyan eszménykép, akire felnéz, és akit a tevékenységében szeretne megközelíteni, vagy netán túlszárnyolni, vagy azt az eredményt eléri, hisz ha az embereket nem motiválja valami, hogy el szeretném érni, akkor ott van egy kis probléma. Tehát motiváció mindenképpen kell, és ha találkozik vele, és az emberek közvetlen emberek. Ezek leállnak velük játszani, ezek leállnak velük birkozni. Ezek mesélnek nekik történetekről. Ha emlékszem, Növényi Norbert is ugyanígy volt, Magyar Zoltán, akit Karcagra ugye meghívtuk, Polyák Imre bácsi, de említhetem Hegedűs Csabát, Komáromi Tibort. Tehát ezek az emberek mind olyanok, hogy ezért a sportért éltek, haltak, hisz az életük javarészét erre áldozták. Én szeretnék, ha az utódlás is, az utánpótlás is valahogy nagyon jó lenne. Nem beszélve arról, ugye, hogy ebbe az évben az olimpia éve, nem jól indult a magyar birkozásnál a kvótaszerzés, de én azt mondtam, hogy, és nem csak én, hanem a Magyar Birkozó Szövetség is, hogy nem kell kétségbe esni, hisz ha belegondolunk, hogy Lőrinc Tamás például második lett az olimpián, és a harmadik kvalifikációs versenyen jutott be. Nagyon kemény, nagyon ki van élezve az élmezény. Én kimerem jelenteni, hogy világviszonylatban az első 10 versenyző közül bárki lehet első, és bárki lehet tizedik. A pillanatnyi állapotokon. Hát aki megnyeri, az, hogy mondjam... Vagy inkább lelki állapot, fizikai egy állapot. Egyforma képességűek már ezek az emberek. Egy pillanatnyi kihagyás, egy pillanatnyi szihés dolog, egy... Nem jól léptem, megbotlottam. Szóval ilyen apró dolgokon múlhat.
hogy éppenséggel az az ezred másodpercnyi, az azon a lendületen, hogy éppenséggel sikerül jól befejezni, vagy egy hajszálon múlott, hogy nem. Ez olyan, mint a fociba a kapufa. 5 centivel elrébb jön, akkor gól. Úgyhogy, hát itt is, ugye, és ez nagyon, nagyon, nagyon kemény, tehát nem véletlen az, hogyha megnézzük, a birkozó sportból, akik eredményesen birkoztak és netán befejezték, vagy mást is csináltak mellette, itt már volt a focistából, volt már NB1-es labdarúgó, volt válogatott súlyemelő, volt Európa-bajnok cselgáncsozó, volt világversenyén is eredményt elérő autóversenyző, tehát nagyon sok, hisz más sportágaknak is az alapját képezi a birkozáshoz való felkészülés. Én értem alatta a fizikait, a futást, minden. Tehát én úgy gondolom, hogy ez egy hasznos dolog lesz, és hát szeretném, hogyha minél többen látnák ezt a versenyt, és egyre többen majd kedvet kapnának arra, hogy ezt az igazi, ősi, igazán férfias, bár most már nőiesnek is mondható sportágat űzné. A nők viszonylatában csak azért érek ki egy kicsit, mert ugye úgy idegenkednek, hogy hát nők birkoznak. Én úgy gondolom, hogy a mai világban, a mai helyzetben nagyon nagy szükség van az, hogy a hölgyek is kapjanak egy olyan képzést, ami egy magabiztosságot ad nekik. Tehát egy olyan szituba, ami esetleg lehet, mint nő, hogy ne lepődjön meg, ne essen kétségbe, hanem legyen egy határozottsága, és ez én úgy gondolom, hogy eredményre vezet. Én nagyon szeretem a lányokat, imádom őket, és de most jó értelembe vegyük már, mert tényleg nagyon aranyosak, nagyon ügyesek, és tudják azt, hogy mit akarnak, természetesen a fiúk is, csak a lányokra azért értem ki, mert ugye azt mondják, hogy nem igazán nőies sportág. Lehet, hogy ebben van is valami, de ma már világszerte ezt csinálják, és nem csak a birkozásban, a cselgástól elkezdve, az ökölvívástól, a súlyemelésig, minden. Hozzáteszem, hogy én nekem is azért nagyon tetszenek az igazi nőies sportágak, de én úgy gondolom, hogy ez is azért egy bizonyos szintig nőies tud maradni. Említette, hogy ezen a karcagi versenyen is bemutatkozik jó néhány ifjú karcagi tehetség. Most röviden így interjúnk végén, mi az, amiről be tud számolni a karcagi birkózó szakosztállyal kapcsolatban? Hogyan működnek, mekkora a lelkesedés, vannak-e olyan tehetségek, akikből esetleg még nagy bajnokok is lehetnek? Láttak-e már ilyet köztük? Igen, természetesen látunk, hisz minket is motivál valami, és pontosan az ügye, hogy tényleg legyenek ügyes gyerekek. Ugye azt már mindenki tudja, hogy hoztunk ide ez jegyzőt, mert ez ma már munka mellett úgy nem igazán megy. Bár a fiam Kuruc István most fölvállalta, és a kimondottan az óvodásokkal foglalkozik, mint egy 22-24 fős óvodás van, akiből 20-22 fő rendszeresen jár edzésre. És ugye ez nagyon jó dolog, hisz jönnek a szülők is velük. Nem véletlenül tettünk be egy jó pár, olyan mondhatnám azt is, hogy erősítő fitnessgépet a terembe, hogy a szülők ki is használhatják minden díjfizetés nélkül azt, hogy használják, mozogjon egy kicsit. Viccesen azt szoktam mondani, hogy higgyétek el, hölgyek, ha csináljátok ezt, otthon még apuci is fogja értékelni. De jönnek, hozzák, ügyesek. A versenyen még pontosan nem tudjuk, hogy kik indulnak az óvodások közül, annak a csapatnak a szervezése még most jön össze, hisz ez is súlycsoportokhoz kötődik, természetesen ők is kapnak serleget is és érmet is. Nálunk a versenyen a Csanádi Zoltán indul, az Ordas Tibi indul, a Balajti Gabi indul, a Kis Jani indul. Én bízom benne, hogy itt lesznek érmek, sőt, ha azt mondanám, hogy magyar bajnoki címben is gondolkodok, akkor se nyúlok nagyon mellé, ez egy picit múlik a szerencsén is. Minden megvan, hisz már volt magyar bajnok, hisz már volt diákolimpiai országos döntőn bajnok. Úgyhogy bízunk benne, és ez mellett még éremben nagyon-nagyon erős a mezőny. Ezt egy vidéki városba még nehezebb megcsinálni, bár így, hogy nem kell szőnyeget pakolnunk, így, hogy állandóan van szőnyeg lerakva, így, hogy akkor jönnek, amikor akarnak.
az edzésidőn kívül is, én most úgy értem, hisz van kiadva 3-4 családnak kulcs, sokszor csak azt látom, hogy ég a villany, edzenek, van úgy, hogy a családnak az a szórakozása, hogy lemennek a birkozóterembe, anyu és apu is, a kis testvér is, a nagyobb testvér is, és ott mozognak, mert minden megvan, minden adott, úgyhogy azért is csináltuk így, én bízom benne, hogy lesz. Most például egy 2 hete kaptuk meg a levelet, a hölgyek közül 3 hölgyet hívtak meg válogatott keretedzésre, és én úgy gondolom, hogy a nevet is célszerű és illék ilyenkor elmondani. Domokos Sára, Újfalvi Lili és Tóth Noémi. Hát ők válogatott edzésre kaptak meghívást, menni is fognak most hétvégén, nyáron is szokott lenni, tavaly nyáron is volt, ahol a úgymond nagy edzők az ország minden részéről a legjobb gyerekeket szedik össze, és azoknak tartanak edzést, egy nagyon színvonalas, nagyon kemény edzést. Szóval kiválaszthatják őket, hogy nem csak a kiválasztás alapján megy, hanem az addigi elért eredmények is dominálnak benne, és tavaly is voltak a lányok is, és voltak a fiúk is, Újfalvi Csaba és Balajti Gabi, tehát ők is válogatott keret meghívást kaptak. Ez én úgy gondolom, hogy ez már egy komoly és nagyon nagy rang ezekben a korosztályokban. Én bízom abba, hogy ahova ezek a gyerekek járnak iskolába, ott is azért ezt azon a szinten értékelik, hogy ez azért mégis egy országos verseny, ami azért nem sok van, tehát nem megyei, nem területű, ez országos verseny, ahol mindenki itt van, és a főváros összes egyesületétől, és nagyon nehéz fölvenni velük a versenyt, de szerencsére partiba vagyunk. Köszönöm szépen, hogy eljött hozzánk, és sikeres rendezvényt kívánunk a hónap végére, 30-ára, és mi is ott leszünk. Hát épp azt akartam én is mondani, hogy először is nagyon szépen köszönöm a meghívást, és hogy ez bekerül, és valamilyen szinten hozzájárul ahhoz, hogy népszerítsük ezt a sportot. Nagy szeretettel és sportbaráti tisztelettel hívom én is a munkatársakat, téged is személyesen, Ferit is, mindenki, aki a sporttal valamilyen szinten kapcsolatban van, vagy egyáltalán szereti, és nagy szeretettel várom még a volt birkozókat, azok hozzátartozóit, azok gyerekeit, amit elmondtam, a jelenlegi birkozókat, akik még ugye ezen a versenyen nem indulhatnak, valami, vagy már azért, mert kinőtték ezt a korosztályt, vagy még nem érték el ezt a korosztályt, vagy netán azért, mert nem jutottak el arra a szintre, hogy ezen a versenyen indulhassanak még, és az óvodákat, iskolákat, tehát mindenkit, hogy lássák, hogyha valaki ilyen helyre jön, csak jól tesz is, és mindenképpen a fejlődését pozitív irányba befolyásolja, és még egyszer nagy sportbaráti szeretettel köszöntöm a televízió nézőit. Köszönjük szépen, ott leszünk. Kedves nézőim, mert megköszönöm figyelmüket. Kedves nézőink, már megköszönöm megtisztelő figyelmüket, hívjanak bennünket, vagy írjanak nekünk bátran, maradjanak velünk, mert egy rövid reklám után folytatódik a Karcag Televízió adása, a jövő heti viszontlátásra mindenkinek.